A karácsonyi szünetet követően egy lazább héttel indították a felkészülést a Nyíregyházi Sportcentrum úszói, nem teljes létszámmal, mivel betegség miatt sokan hiányoznak az edzésekről. Az elmúlt héten aztán már felvették a megszokott tempót a versenyzők, akik számára az április 20-án kezdődő felnőtt országos bajnokság zárja az első ciklust. Az OB helyszíne még kérdéses, az viszont biztos, hogy a verseny egyben válogató is lesz a május végi Fukuokai világbajnokságra. A VB mellett Európa-bajnokságot és univerziádét is rendeznek 2022-ben, Urbin Tamás reményei szerint nyíregyházi indulókkal a mezőnyben. Én azt tűztem ki éves célul, hogy két világversenyen mindenképpen szeretném, ha kint lenne nyíregyházi úszó, sőt ez az ifjúsági Európa-bajnokságot is idevéve esetleg három esemény is lehet. Én azt mondom, hogy a Stankovics Annának, illetve a Hatházi Dórának jó esélye van a felnőtt világversenyeken. Világbajnokság, Európa-bajnokság is lesz, illetve univerziádé, ugye az Anna esetében ez fontos, illetve a gimnáziumnak is megrendezik a világjátékoknak nevezhetjük ezt a Belgrádba hirdetett eseményt, ahova szintén Dóri még ugye gimnazista jó eséllyel pályázik. Az Európa-bajnokság, tehát az ifjúsági Európa-bajnokság helyszíne az már biztos, Otopenben lesz, Romániában, ahol vadonatúj úszodát építettek erre a célra, ott Barna Biankának vannak jó esélyei kijutni. A tavalyi Európa-bajnokságon három számban is rajtkőre álló Hatházi Dóra számára különleges év lesz az idei, ugyanis a fiatal versenyző ősztől az Egyesült Államokban a Pullmani Egyetemen folytatja tanulmányait és erősíti majd az intézmény úszócsapatát. Több megkeresést is kaptam ilyen amerikai egyetemekről, és úgy gondoltam, hogy elkezdek velük beszélgetni, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Eleinte csak úgy időtöltésgyanánt beszélgettem velük, hogy gyakoroljam az angolt és egyebek, de utána tényleg megtetszett ez a lehetőség, és úgy gondoltam, hogy kipróbálom és élek vele. Csak úgy, mint az elmúlt években, 2022-ben is elsősorban a hölgyektől várható kiemelkedő eredmények. A fiúknál komoly visszaesés van, ugye a Covid következtem, illetve sportágat váltottak többen. A serlőkorcsoportban, illetve az ifi korcsoport várományosai maradtak, valamint néhány idősebb versenyzők, akik még felnőtt korcsoportban továbbra is rendületlenül készülnek. Én úgy gondolom, hogy erősödnünk kell, ez az feltörekvő nemzedékre is igaz, hogy fiúk vagy lányok fogják hozni az eredményt, szinte mindegy. A Nyíregyházi Sportcentrum február 5-én rendezi meg a hagyományos NSC kupát, majd másnap a Diákolimpia megyei döntőjének ad otthont a Városi Sportuszoda. Idén is lesz Szabolcs kupa, és a tervek között szerepel egy többnapos szenior verseny rendezése is.